Igen, nincs munka. Meg, kész, ő, ő kiesett abból a, a jólétből, amiben ő, ő úszkált. Ha ö, komoly és tényleg elkötelezett szándéka van, hogy, hogy az ellenzéket megújítsa és egy, egy új ö, irányzatot, egy, egy harmadik utat képviseljen, hát akkor szerintem nem jó indult el, nem jó úton halad. Most a közönyös, érdektelen, mindig panaszkodó, gyökértelenné vált, családellenes, gyermekellenes, közösségellenes maszlaggal kell valamit kezdeni. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissül tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja. Én Kacso Dániel vagyok, és Szilvai Gergely kollégámmal Bese Gergő atyát fogjuk kérdezni, illetve beszélgetni vele. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Nagy hét közepén beszélgetünk, mire kikerül ez az adás, addigra már bőven a Szent Három Nap elején vagyunk, péntek, nagy péntek este, várjuk a feltámadást, és erről is fogunk beszélni. Tehát a beszélgetés apropója a húsvét, ami lehet, hogy a mai enyhén szekularizált világban más jelent sokaknak, mint nekünk, vagy adott esetben különösen egy katolikus papnak, de azért mi megpróbálkozunk, hogy átvigyük majd az eredeti üzenetet ezen a beszélgetésen keresztül is. Viszont te azért Gergő, ha nem vagy ő, mondjuk úgy teljesen ezárkozó, az úgy hogy közéleti kérdésekben, akár politikai ügyekben is megnyilvánul, hiszen mondod és vallod, és ezt szerintem veled egyetértve állítjuk mi is, hogy egy, egy, egy pap nem a társadalom kívülről a, a templom négy falak közé bezárkozva foglalkozik teológiával, hanem velünk köztünk élő emberekről van szó, az esetükben is, esetekben esetetekben is. Tehát miért is nem mondhatnátok bármiről véleményt, ami a világban az embereket foglalkoztatja, és hát akkor menjünk le a politikának egy nem a, leg, hogy mondjam, a legmagasabb szintjére, Magyar Péter és Vargőrit ügyére. Át is adom a szót. Most, hogy Magyar Péter mikrofonba énekelt a kedvesti tüntetésen. Igen, tehát szerintem a nézők, hallgatók tudják, hogy körülbelül mi történt itt az elmúlt napokban kikerült egy hangfelvétel, arra egy nagyon erős válaszként megérkezett az, amit már régóta lehetett sejteni, Varga a kapcsolatukkal kapcsolatban árult el részleteket, és furcsa módon a, egyébként a kapcsolat erőszak tekintetében sokszor nagyon érzékeny jogvédők és alatt esetben politikusok is erre a részére a történetnek, mint kevés figyelmet szánnának. Én azt gondolom, hogy morális értelemben ennek legalább annyi jelentősége van, mint sem mindenféle lehallgatott hangfelvételeknek. Ti hogy látjátok? Jól föladtam a labdát. Ez egy nagyon magas, az magas, legyünk, magas. Legyünk túl az legyünk elején túl ezen, ezen, és aztán beszéljünk méltóbb, emelkedettebb dolgokról. Hát ez, ez a téma, ez még igencsak friss, és uh, úgy, a, kikör, a körvonalakat még azért nem teljesen látja az ember, de az kiindulás az nagyon fontos. Egy. Akire azt mondják, hogy hálátlan, arról minden rosszat elmondanak. Illetve van egy másik mondás, savanyú a szőlő. Én ezt a kettőt idehoznám ennél a jelenségnél, hiszen ha valaki több mint tehát tizen éve benne van egy baráti körben, egy családi viszonyban, eh, ahonnan ő a mindennapi kenyerét megkeresi, ahol ő maga is, eh, baráti társaságban ugyanazokat a szólamokat mondja, amit a barátai, a munkahelyén, amit a feleség, amit a családja, akkor innentől fogva iszonyat hiteltelennek tűnik, amikor egyik pillanatra a másikra megfordul, és azt mondja, hogy mindaz, amit eddig éltem, az nem én voltam, hanem az csak egy álca volt, egy máz volt rajtam, az igazi uh, M. Péter, az most állít előttetek, és uh, az, amit most mondok, az a hiteles. Na most fölteszem a kérdést: akkor 15 évvel ezelőtt, ha ugyanezt mondta volna, akkor, akkor 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 hittünk volna neki, vagy akkor akkor hittek neki, most pedig azt mutatja, hogy, hogy tulajdonképpen az eddigi életét az kidobná a kukába. De hát akkor hogyan lehet ezt komolyan venni, amikor az előző élete, tehát a korábbi élete teljesen más mutatottak. akkor lehet, hogy öt év múlva ezt a mostani énét fogja majd megtagadni. Tehát, hogy véleményem szerint már maga az, hogy honnan jött, és honnan kiabál, ez olyan, ten, ugye, amikor felvételt készítjük, tegnap még foci meccs is volt, hogy nagyon könnyű a focipálya széléről bekiabálni, és osztani az észt. Van olyan egykori papkollégám, aki hasonlóan tesz, aki most már lehet, hogy tudom én, a bárpult másik oldaláról, oszta nekünk, bárpult. osztja nekünk, nekünk az észt, és én azt szoktam mondani, hogy amikor a pályán voltál, miért nem akkor bizonyítottál? Miért nem akkor bizonyítottál, hogy nem kell nekem több milliós óra, nem kell nekem több százezres drága ruhákat hordanom ahhoz, hogy jó családapa, hiteles, keresztény, nemzeti gondolkodású, üzletember, vagy, vagy cégvezető, vagy bármi ami felügyelő bizottsági tag legyek. Hát ha beállt a sorba, akkor ő ezzel egyetértett, és tulajdonképpen ő azonosulni tudott mindazzal, ami az elmúlt 10-15-20 évben az élete része volt. Ha már szent napai udás kifejezés erős lenne, vagy hasonlat, vagy párhuzam, független attól, hogy ne, ne, ne térjünk arra, hogy annak milyen kifutásra ennek a történetnek, csak pusztán az aktus, amikor Én biztos valaki vagyok... átfordult egy másik. Nagyon szépen ]hez. köszönöm ezt a hasonlatot, mert nekem is folyamatosan ez van a fejemben, hogy tulajdonképpen az a baráti kör, akivel ő az elmúlt évtizedeit élte, analóg tanítványi kör, barátok, beszélgetünk, Együtt ünneplünk, együtt megyünk a tejfakasztódra, mert megszületett az első, második, harmadik gyereket. Tehát ezek mind megtörtént esetek. És aztán persze szembe bennünket, közös titkainkat, baráti, őszinte lelki beszélgetéseinket tárod a nyilvánosság elé, és ö, tulajdonképpen ö, honnan ered minden, amit még mondtam, savanyú szőlő, igen, nincs munka. Kész, ő kiesett abból a, a jólétből, amiben ő, ő, úszkált, és a 30 ezüst pénzt pedig átnyújtották több felől is neki, leginkább arról. Tehát átnyújtották, és ő pedig elfogadta ezt a 30 ezüstöt. De ne felejtsük el, mennyit ért a 30 ezüst 2000 évvel ezelőtt egy rabszolga ára. Ennyit adta Jézusért, egy rabszolgának az árát. Ő se kap többet mint amennyit mondjuk ez a, ez a cselekedete ér. Mindenesetre egyelőre láthatólag legalábbis nekünk úgy tűnik élvezi ezt a pozíciót, hiszen nagyon sok éjjelzést, megbecsülést kap adott esetben rajongók fogják a kezét, nyúlnak utána, mert látják benne a baloldali messiást. Hogy hát, egy nagy nehezen sikerült sikerül kiszállni a kocsiból a testőrökkel, tehát látszólag tehát kinyílik az ajtó, becsukja, ám hát, még kicsit várni kell, hogy még nagyobb legyen az éjjelzés, Így és akkor érkezett az ügyészségre tehát teátrális Azért ne felejtsük el, és hát ő egy ugye beszédében azt mondta, az Úristen is, mint pozitív példaképpen megjelent, mert ezt is be kellett dobni, mert bizonyos füleknek ez tetszik, és az, azért ne felejtsük el, hogy Virág Jézus is óriási éjjelző tömegek között vonult be Jeruzsálembe, nem testőrökkel, nem nagy autóval nem nyitották, ezem szamárháton, és aztán pedig ö, nagypénteken ö, azt skandálja a tömeg, hogy keresztre vele, tehát hogy, hogy azért ne felejtsük el, hogy egy, egy, egy dicsőséges jeruzsámi bevonulás mellett lássuk már a nagypénteki kiabálást is, tehát hogy ő neki, ha ö, komoly és tényleg elkötelezett szándéka van, hogy, hogy az ellenzéket megújítsa, és egy, egy új ö, irányzatot, egy, egy harmadik utat képviseljen, hát akkor szerintem nem jó indult el, nem jó úton halad, és nem biztos, hogy ezeket kellene mondani, amiket mond. Tehát tulajdonképpen minden simmel, csak semmi sem. <gül> Igazából. <laughs> Bocsáss meg, hadd, vág, még, hadd tegyek egy plusz kérdést hozzá, azért ne, ne kerüljük meg azt a hangfelvételt, amit ő mondhat, finoman szóval és etikátlan és vitatható módon készítette Magyar Péter a saját felelősségéről erősen irányítva a beszélgetést, szájába adva mondatokat, amikre még egyébként a baloldali, egyébként ennek a produkciónak inkább drukkoló sajtó részéről is elismertek, hogy azért ez így az politikai atombombától igen messze van, legfőbb atomgránát, de hogy az a hangfelvétel benned okozott-e megütközést, mit gondolsz róla? Annyira nem, de, de, de... Hát, de teljesen elképesztő, hogy, hogy feleségéről hangfelvételt csinálva, aki bármilyen ügyben, tehát hogy, hogy, hogy leül, miközben tudom, akármilyen botrányok voltak, vagy vállások és, és Tehát ez a, a bizalomnak olyan szintű nem, nem létét sugalja, hogy igazából bennem felmerült ez a kérdés, hogy, hogy, hogyha <laughs> a ellenzéki vezető szereplettől, vagy pártunk szereplettől, akkor hogy Gyurcsány Ferenc majd beveszi a szignálcsoportba, az ellenzéki pártelnökök szignálcsoportba, akkor vajon milyen bizalom fog megnyilvánulni Magyar Péter felé a többi pártelnök részéről? Tehát amit ott poénkodnak, vagy bizalmasan megosztanak egymással, azt is egyszer csak... Ha nem tetszik neki helyzet, akkor, akkor kipakolja, bár az az oldalon nem annyira lenne, lenne új teljesen új. szokatlan. De hogy így, így, így szóval, szerintem tehát ebben az emberbe bízni, de hát jó, hát nagy a messiás várás arra felé. Biztos, hogy úgy nem, lennének a beszélgetések. Nem húsétkor várják mert. a messiást. Hogy figyeljetek, jön, meggondolni, mit beszélsz. Tehát lehet, hogy mikor közel itt már átváltanak és másról beszélgetnek, mert ki tudja, hogy éppen hány poloska és a van nála a telefonján kívül. Azonban itt egy másik képet is behoznék, ami szerintem sokkal aggasztóbb, az pedig az, hogy azért ebben a, a nem túl jól sikerült házasságban, vannak gyümölcsei, azaz a gyerekek. Én azt Igen. gondolom, hogy amit a pszichológai és a szociológusok és mindenki hangosan kiáltva mond, hogy ma óriási probléma van a csonka családokban a gyermekeknek a, a lelki fejlődésével, hiszen ne felejtsük el, hogy egy vállás az tányér jár. Ne felejtsük el azt, hogy, hogy a legnagyobb áldozat a két ütköző fél között lévő gyermekek, akik szinte fölmorzsolódnak ebben a kérdésben. Na most képzeljük el azt, amikor, amikor a gyerekek lálják, hogy az apjuk tulajdonképpen mit csinált az anyjukkal, mert lehet, hogy ez nem a né lehet, hogy ők a szobában voltak, amikor ezek a mondjuk a, a fizikai erőszak ö, megvalósult, ezzel most ők szembesülnek az országvilág ország világ előtt, a másik pedig, hogy menjek el apuval találkozni, mikor apás hétvége van, és megkérdezi, hogy van anyu. Mi van otthon? hogy most ha, ha én, én, én megmerek, persze, hogy megkérdezi, mert lehet, hogy fölveszi, hogy mikor van ott valaki ilyen bácsi, kikkel találkozik anyu, tehát hogy ezek után hogy legyek a saját apámmal őszinte, és mikor ott vagyok egy csonka családban, és szükségem volna a másik félre is egy egy biztos férfi képre egy, egy erős apa idára, hát ennek ő abszolút nem felel meg, és, és hogy amikor ilyen és ehhez hasonló cselekedetekkel ő kiáll a nyilvánság, és teti a vállát, hogy én milyen belevaló tökös legény vagyok, akkor az jusson már eszébe, hogy tulajdonképpen a saját gyerekei szemében a legkisebb lett. Igen, ő Múgy... azt látja természetesen, hogy értük, teszi mindent, mindent amit tesz, ezt, me, merhessük kétségbe vonni. Gergő, neked volt még egy cikked egyébként a témában, nagyon alapos, ajánlom mindenkinek elolvasni, ami azt pedzegeti. Hogy uh, hogyan változik meg az érzékenység éppen az imént említett kapcsolati erőszak, amire mondjuk tegyük az a jogi értelemben, most ugye az áldozat, Varga üdít uh, tett kijelentéseket, amiket tagad Magyar Péter szerint ilyesmiről szó nincsen. De azért, és éppen a percepció kapcsán uh, perzegetted azt, hogy egy jobboldali nőt, ha vernek, akkor alapból egy baloldali aktivista, most nagyon leegyszerűsítem az alapos cikket, Eh, hogy mondjam, kevésbé lesz érzékeny, mint hogyha ez fordítva történik. Ezt kérlek egy pár mondatba fejtsd ki, hogy mire gondoltál, mert valóban látjuk, hogy, hogy azok, akik Magyar Péterben politikai megváltót látnak, nem hajlandók hinni, meg sem hallják a szavát, nem érdekli őket, hogy mit mond és mikről számol be. Igen, a, hát az apropó az volt, hogy, hogy Mérő Vera, aki, aki liberális emberi jogi mozgalom egyik aktivistája, mondjuk így a hogy újságíró, több posztot is megeresztett a Facebookon az a kapcsolatban, hogy hát igen, igen, az áldozatnak szoktunk hinni, de igazából kimagyarázta, hogy most, most akkor végül is ebben az esetben de miért nem kell ezt ennyire komolyan venni. Azóta egyébként ugyanezt csinálta a Péter Finovák Éva. <coughs> um, és általában kifutatják arra, hogy olyan bizalmi válság és kormány, meg nem tudom, hasonlók. Én nem érzékelek bizalmi válságot egyébként az országban velük szemben, nyilván. És azt hiszem, hogy lehet, hogy én is érek, de az én buborékom kicsit nagyobb, mint az a VK. Emellett egyébként pedig a, a mai napon láttam Széd Dávid pszichológusnak, aki a Család az Család baloldali LNPTQ kampánynak volt, az egyik szak, úgymond szakértője, család pszichológusként. A posztját, a papara posztját, eh, amiben úgy szintén eh, eh, egészen elképesztő gondolatmenettel azzal indít, hogy egy egészséges társadalomban automatikusan hiszünk az áldozatoknak, de ez nem egy egészséges társadalom, és a, a kormány így meg úgy. Tehát így eh, tehát, eh, érezzük ezt a nyakatakert eh, eh, szenvedést, amit baloldali aktivisták és szerzők eh, próbálnak. Eh, próbálnak magyarázkodni. Ugye a dolog lényeg az az, hogy a MeToo kampányban így, így nagyon sok évvel ezelőtt azok az igények fogalmazottak meg, hogy az áldozatnak, aki áldozatnak mondja magát, annak automatikusan hinni kell, akár még a, 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 bíróság előtt a bizonyítási teher megfordítása is felmerült, és, és most pedig, mivel egy vezető pozícióban volt, jobboldali nő van, bajban, elmondása szerint, meg minden jel szerint. Most ki kimagyarázni, hogy az eddigi baloldali kereteket miért, vagy, vagy, vagy felfogást miért nem kell Vargüditra alkalmazni. Uh -huh. Tehát megpróbálják ezt kimagyarázni ilyen erős dolgokkal, és hirtelen az eddig feltétel nélküli baloldali áldozatpártiság az feltételessé vált. Ugye ennek van egy másik része is, amit felhoztam, hogy, hogy már korábban is a jobboldali női politikusok kapcsán felmerültek olyan vádak, hogy hát ezt nem is olyan komolyan venni, mondták a baloldaliak, mert a, ők nem a baloldali női, nőjogi elképzelésekért küzdenek, ezért valójában nem is nők úgy, ahogy ők ezt elképzelik, mármint a baloldalon. Tehát a vezető jobboldali női politikus az, az, nem úgy nő, ahogy ők elképzelik, ezért nem vonatkoznak rá a baloldali elképzelések. Röviden ez a, ez a dolog lényege, egészen elképesztő, és ha még egy gondolatot megengedsz, akkor, akkor én saját körben láttam ö, hasonló estet, hogy több évig pereskedett egy, egy házaspárvállás, gyerek elhelyezési per, aztán vagyommágosztás, stb. 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 Ott, ott is három gyerek volt, három ö, kisgyerek, most már kamaszok, és ö, és ö, ott is hasonló ö, ügyek merültek fel, mint amiről Vargődit ö, ír és ez, hogy, hogy a, a, házastárs felveszi a másikat, az házastárs, akit, akit a gyerekek meg a házastársa a bántalmazással vádol rendszerint, és erősen hihetően, az ott is, ott is előfordult, nem is egyszer. Tehát úgy látszik, ez egy ilyen bántalmazó kapcsolatokban a bántalmazó fél, az, az rendszerint, tehát ez, ez egy, ez egy ismert dolog, hogy felveszi a másikat azért, hogy bizonyítékot gyártson. Mindenesetre biztosan alakul majd ez a dolog, ez a történet, nevezzük szomorú történetnek a következő időszakban. Az ügyészség vizsgálja azt, amit neki kell vizsgálnia, sajnos a közvélemény pedig kapja ezeket a dózisokat, és hozza meg a saját ítéleteit ebben az ügyben. Térjünk át akkor az ünnepkörre, mert valóban ezért jöttünk most össze. Nekem csak, hogy átkössen mégis a a két témát ugye azért ennek a magyar Péter jelenségnek hatására valahogy elfelejtette mindenki az éppen háborúzó ukránokat és oroszokat, elfelejtette a gyermekvédelmet, a kegyelmi ügy kapcsán, ami ugye hirtelen sok embernek fontos lett, majd most egy pár nap alatt elfelejtődött, most nem a kormányzati törvényalkotási munkára gondolok, hanem azokra, akik hirtelen ezt tartották a legfontosabb kérdésnek, talán nem, nem is sok ok nélkül egyébként Magyarországon. És hát akkor ne is beszéljünk arról, hogy valószínűleg a húsvétel még ennél is kevesebb ember törődik. De törődnek, mert ilyenkor kapjuk a legnagyobb pofonokat, és ezt tudva és akarva szoktak ilyenkor óriási, okay. óriási, botrányokat kavarni a világban. Ma nagy péntek van, de amikor mi vesszük fel, akkor még nagy kedd, vagy nagy szerda, szerda, bocsánat, és, és már szinte borítékolható, hogy valami fog előjönni azért, mert, mert a húsvét fényét a sötétség mindenféle módon szeretné tompítani, és szeretné, hogyha az emberek ne a ragyogó, tündöklő feltámadás fényét látnák, hanem ilyen borongó, szürke időt. És abban érzik jó magukat, hogyha az emberek lélekben, emberileg, közösségileg ilyen, ilyen bezárkózott, inkább lenyomott társadalom legyen, mint csak az, hogy, hogy kimerjen jönni, kilépjen a fényre. És tulajdonképpen éppen húsvétnek éppen ez az üzenete, hogy, hogy nagy pénteken a keresztövében állva, felnézve Krisztusra egy szörnyű kép elénk, hogy a messiást megölték, viszont ha csak ezt látjuk, akkor tényleg elkezdünk emózni otthon, meg, 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 meg tényleg nagyon-nagyon gyászos ö, képet festünk a jelenünkről és az életünkről, de akik tovább mennek, azok fognak találkozni azokkal a szentasszonyokkal, akik az üres sírtól futnak vissza, hogy, hogy nincs ott, mert föltámadt. És ez fogja lázba hozni az embert, hogy igenis, minden nehézség, kereszthordozás, szenvedés, fájdalom, ö, szomorúság, csalódottság, képmutatás legyőzhető, mégpedig azzal, hogy eljön a feltámadás, és hogy a, a jó, az győzedelmeskedni fog a rossz fölött. Na most, ha, ha ezt így egybenézzük a, az ünnepeinkben, a megelőzött nagyböjtöt, a, a nagyhetet, a szent három napot, akkor mind arra készít fel bennünket, hogy, hogy benézzünk az üres sírba, de ezt akarják elrabolni az emberektől, mindenkitől, hogy, hogy relativizálják az ünnepnek a súlyát az egyén életébe, pedig nagy súlya van. Mit mondasz azoknak, akik azt kérdezik tőled, biztos megkapod a kérdést, hogy atya, annyi szenvedés van a világban. Tényleg igazságtalan háború tőlünk nem messze, napi szinten halnak meg. Látszólag teljesen értelmetlenül emberek. Akkor ott, van a, ott volt a Covid-járvány nemrég, amelyik felborította az életünket voltak pozitív hatásai, kitisztult az ég, nem repülők, nem repültek, de azért, hogy mondjam, kevés értelemszerűt látott az ember, hogyha erre az jelenségre rátekintett. Itthon úgy tűnik, hogy az utcákon tüntetnek emberek, mert úgy érzik, hogy el, elviselhetetlen az életük, vagy azért, mert a kormány nem tetszik neki, vagy azért, mert az ellenzék nem tetszik neki. Tehát, hogy van egy ilyen állandó elégedetlenség, és csomó megmagyarázhatatlan dolog hol van ebben a jó Isten? És a feltámad Krisztus pláne hol van benne? Mert valahogy hozzuk már össze a mai világunkkal ezt a 2000 éves történetet. A súlyos dolgok felsorolásán pont ne felejtsük el az izrael palesztin kérdést, mikor a Szentföldön, Bocsánat. pont a Szentföldön, ahol, Moplane. ahol most ott kellene lennünk, és Jézus lába nyomában kellene mennünk, és, és végig kellene élnünk azt a Azokat a napokat, amelyek 2000 évvel ezelőtt történtek, tehát hogy, hogy forrong a világ miért, mert az embernek szabad akarata van. Mi nem robotok vagyunk. Az Isten, mint teremtő, alkotó nem, nem rabszolgákat teremtett, akiknek ö, csak azt szabad csinálni, amit beléjük programoztak. Két dolog biztos, hogy az Isten megálmodott téged erre a földi életre, és nem te döntötted el, hova születsz meg és mikor. A másik, hogy mikor ér ez a történet véget. A kezdet és a vég az Úristen kezében van, bár most kivesszük belőle. Tehát már a kezdetet is kivettük, most a véget kezdjük el kivenni az Úristen, és értünk itt az eutanázia, abortus mm -hmm. abortusz eutanázia kérdésébe. Viszont a köztelevő rész, az rajtad múlik, hogy milyen. Hogy az minőségi tartalommal töltöd meg, vagy szenvedéssel rakod tele, az az embernek a döntése. És az, hogy orosz-ukrán háború van, azt emberek döntötték el, hogy ez így legyen. Az emberek hozták a nyakunkra a szenvedést, a COVID-járványt, a gazdasági nehézségeket, a, túl, a túlzott fogyasztás, és ami indukált a gazdasági növekedés, ha lelassul a fogyasztás, ez emberek állásába kerül, egzisztenció. Tehát nagyon sok mindenben az ember lökte, bele az egész társadalmat abba a gödörbe, amiben vagyunk. És az egyház pedig próbál súgni, hogy gyerekek, az irány nem jó. Tehát, ha mindenki erre fele megy, annak a végét nem látod, de ott mondjuk egy zuhatag, az mint a csónak beülsz, hogy milyen szép a táj, és akkor milyen csendes ez a folyó. Nem. Annak a folyónak a végén ott van a, a, a zuhatag, és abba belehalsz. Tehát, hogy az ördögnek az egyik legnagyobb praktikája ma, hogy elhiteti veled, hogy amit ő kínál, az a tökéletes. És az mentes minden szörnyűségtől. De ez a reklám. Az apró betűbe ott van, hogy soha ne higgy az ördögnek, mert hogy ő nem a javadat, hanem a vesztedet akarja. És hogy ma úgy tűnik, mintha az emberiség teljes egészében hinne annak a sátánnak, aki még a történelemben soha nem mondott igazat. Csak egy példa, hasonlatot mondani, amikor Jézust háromszor megkísérti a Jerikói környéki sivatagban. És azt mondja neki, hogy minden hatalmat a világon neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mit kínált, ami soha nem volt az övé. Azzal próbált kérkedni, ami nincs nála. Ami nincs nála. Azt mondta, hogy az egész világ az enyém, de nem igaz. És most tulajdonképpen ennek a kelepcébe vonul bele a magát modern, fejlett, gazdagnak tartott nyugati társadalom, és nem veszi észre, hogy olyat kínál a sátán, ami, ami nemcsak az, nem, ami felett nincs semmi nemű hatalma, hanem ami már álságos, és tény, ténylegesen a pusztulásunkat akarja. Gergő, mit szólsz ehhez? Mint hívő katolikust hogy coming hát másik... out helyett, is. Ja, hát ez már megtörtént történt, persze. Uh... Hát a másik ilyen nagy tényező a szabad akarat mellett az az, hogy, hogy a paradicsomból valamikor nagyon régen, ugye, és, és, az ember tökéletlen esendő lény, és a paradicsomból küzdés eredménye az az, hogy, hogy, elkezdődött a történelem, tehát konfliktusok vannak. És ha megnézzük a Teremtés könyvét, vagy az időben a, a küzdetés történetet, akkor ott van, hogy györökké szemvenni fogsz, két kezeddel... Nem fogod élvezni meg. a munkát. Igen, és hasonló ami arra utal, hogy egy ezen a földön, habár bár idegenesen időnként kicsit jobb az élet, meg, meg nem tudom, éppen most egész jó társadalmában érünk itt Európában, de hogy mindig ilyen ez a szenvedés, ha megnézzük, hogy hány éve, a hány évben volt háború, és mikor nem valahol, akkor valószínűleg több évben volt háború, mint nem. É. Tehát, hogy ez egy konstans állapot, nem hiába a Szent Ágostontól kezdve, ugye leírták egy kicsit pessimistán síralomvölgynek a, a, világot, ami nem jelenti azt, hogy nem szerethetnénk a mi kis e, a mi Kárperence. Szeretetjük, csak látni kell, hogy, hogy, hogy vannak itt sokkal nagyobb célok is ezen túl. Tehát szerintem, szerintem a húsvét arra el a figyelmet, hogy, hogy igenis mindenre a megoldás végső soron mindig az isteni kegyelem és az isteni írgalom, és oda mindig lehet menekülni. És pont, hogy pont, hogy a keresztény embernek van nagyobb reménye, mert ugye a szenvedésben lát értelmet, tekint, hogy fel lehet ajánlani. És uh, hasonlók. És Még olyan, hogy az akkor, akkor, tehát a másik opció szerintem, de... Ugye a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a rossztól, mert ott vagy vélem, tehát ha most megkérdezhetjük erre, hogy ha ennyire rossz minden, akkor Igen. keresztények miért, miért is beszélnek optimistán, hogy van jövő. Mert hogy arról azért abban teljesen biztosak lehetünk, hogy Jézus földi küldetésének az egyik legfontosabb üzenete, van, üzenete az volt, hogy van örök élet. És az, hogy ez, amit itt élünk a Földön, ez előkészítő szakadsza egy kis zarándoklat ahhoz, hogy majdan oda át kiteljesedjék mindaz, amit az Úristen nekünk szán. Te, Jézus azt mondta: Előresíjetek, hogy helyet készítsek számotokra, mondta az apostoloknak az utolsó vacsorán. Ez azt jelenti, hogy az Atyánások hely van. Azt is mondta. Tehát, hogy még talán én is bűnös gyarlónak van reményem arra, hogy be beférek abba a, a, az Atyai házba. És, és ezért nem mindegy, hogy itt a földi életünket hogyan és miként próbáljuk a mindennapokban ö, alakítani, formálni, megélni. Mert, hogy ha azt fogadom el, amit a, a fogyasztói világ üzen, hogy élj a mának, csak magaddal foglalkozz, légy önző, meg ilyen dolce vita, akkor az azt jelenti, hogy nekem nem kell azon agyalnom, hogy mi lesz 10, meg 20, meg 30, meg 50 év múlva, meg mi lesz odát, hanem azzal kell foglalkozni, hogy most éljek jól, és most paradicsomot te, ö, már alakítsam a környezetemet, persze olyan paradicsom, amiben én érzem jól magam. Innentől fogva a fogyasztói embernél, a modern embernél megszűnt a jó és a rossz közötti különbség. Megszűnt az, hogy mit nevezünk bűnnek. Egyáltalán van-e bűn? Tehát, hogy ma a modern ember azt mondja, hogy mitől bűn az, ami nekem jó. Tehát itt van az, amikor ugye elfeledkeztünk arra, hogy az ember az test és lélek, ma mindent csak a testnek akarunk megadni, a lelket elnyomjuk, de ez a kettő csak együtt tud létezni, működni és em fenntartani az embert, a lélek segítségét kiált, a lélek lelki eredetű betegségekkel szenved magyarok milliói, tehát tulajdonképpen számos jelet küld az Úristen, hogy emberek ébredjetek, mert a szabad akarat az a tiétek, de nem mindegy, hogy azzal élünk, vagy visszaélünk, hogy szabadon élünk, vagy szabadosan. Tehát azért ez a kettő, ezeket a dolgokat ma rendbe kell tenni a fejekbe, és nekünk erről szólt nagybőjt, hogy rendezzük a sorainkat, azért, hogy azt a misztériumot, amit tartogat a Szent Három Nap és a Feltámadás, az képesek legyünk befogadni gyermeki hittel, és viszont felnőtt gondolatainkkal, tehát hogy tisztán és, és képesen arra, hogy, hogy betöltse az, a bennünk lévő űrt, ami az Istennek van fenntartva. Bízunk benne, hogy azért erre lesz némi készség azokban, akik erre valamilyen nyitottságot éreznek magukban. Tekintve azt, mindazt, amit az, amivel indítottunk, hogy a közéletünk milyen viharos, és néha úgy tűnik, hogy mérhetetlen és áthírhatatlan ellentétek feszülnek közéleti szinten is, és alig, hanem hétköznapi szinten is. Egymás között hogyan látjátok a magyar társadalom állapotát e tekintetben? Lesújtó-e a helyzet, vagy igazából kicsit csalóka, hiszen minden konfliktusról az internet révén, a Facebook révén, a kommentek áradata révén első kézből értesülünk, és sokkal több konfliktusról és ellentétről értesülünk, mint akár mondjuk koraújkori újkori eleink, de még mondhatnám a 90-es években mobiltelefon nélkül élő eleinket is, akik, akik nem láttak annyit a világból, a saját környezetük, a családjuk, a közösségük volt meghatározó, a híradóban láttak néhány hírt, egyébként a közélet, vagy a politika, vagy a sport világából, de nem szembesültek azzal az ellentét cunamival, amit tényleg úgy tűnik, hogy néha megeszi a lelkünket. Reméljük, hogy húsvétkor kicsit kevésbé, de azért ebben Istennek és nekünk is van nyilván némi szerepe. Mennyire vagyunk megátalkodottak? Hadd tegyem föl így a kérdést. Most egy kicsit ugye, visszamennék arra az, hogy amit említettél, hogy telefon és minden nélküli társadalom. Én nagyon iridlem azt a kort, amikor, amikor, virágzott a falusi élet, amikor ö, generációk éltek együtt, amikor, amikor, még tudták, hogy az ünnepek mit jelentenek, amikor az úrnapját megszentelni vasárnap, akármilyen paraszti társadalomban éltünk, annak rend és módja szerint annak, annak helye volt az életükben. Amikor amikor a, a fonóban beszélgettek a, az emberek, amikor vasárnap délután mentek az asszonyok a litániára, és megbeszélték az élet nagy dolgot, de együtt lélegzett a falusi közösség, a családok. Amikor udvarolt a legény, nem kellett nekik utána nézni a Facebook, hogy ki ez az ember, mert tudták, hogy az alvégből ennek a családnak a, a leszármazottja. Tehát ismerték egymást, és, és tudták jól, hogy mit hoz magával, hogy milyen géneket, milyen ősöket, milyen példákat láthat magát, és ez az illető akar benősülni mondjuk a mi családunk. Tehát olyan szinten együtt lélegzett a közösség, amiben azt gondolom, hogy egy ideál állapot volt ahhoz, hogy, hogy az Isten és az ember együtt alakítsa a saját jelenét és a jövőjét. Ezt ugye a háborúk és a, a, a modernitás, most legyen ipari forradalom, legyen, legyen urbanizáció, legyen sok minden, ez felrúgta, és tulajdonképpen semmit nem kínált helyette. Hát azt mondja Harari, a híres izraeli történész, hogy az emberiség ennek révén ezzel párhuzamosan legyőzte a járványokat, az éhénységet és a háborúkat. Mindegyikből van még, de arányaiban olyan elenyésző a teljes emberi lélekszámhoz képest, ami soha nem volt korábban az emberiség történetére jellemző. Ergo ebből azt a következtetést vonja le, hogyha megszüntetjük az Istennel való, meg a morális teendőkkel való kapcsolatot, no az egyházakat is visszaszorítjuk, az ember önmagát tökéletesíteni képes, és íme az eredmények, hiába vannak gondok, problémák mindig is lesznek, de arányaiban sokkal jobb nekünk most, mint mondjuk 500 évvel. aki szerint nincs lélek, és csak nem tudom, darabok vagyunk. Tehát, hogy hogy szerintem egy ritka ellenszemes alak a Harari, de <laughs> én csak idézem az ő, és ezt szerintem ezt nagyon jellemző a modern Amerikával kor, nagyon ilyet. jellemző értelmezését. Én én én. Hát más bajjaink meg vannak. Ja. Én azt látom, hogy mindazt, amit, amit a, a társadalom egyben tudott tartani, abban a nyugalomban, abban a nagy szegénységben, ami azért jellemezte a, az átlagembert, az még mindig jobb volt, mint amit most látunk, mert most a közönös Érdektelen, mindig panaszkodó, gyökértelenné vált, családellenes, gyermekellenes, közösségellenes, maszlaggal kell valamit kezdeni. Ezt ki kell mondanunk, hogy, hogy igen, ilyen szinten beteg a társadalmunk, ezen nagyon sokat a gödörbe be még lökött lefele bennünket a COVID a bezártság miatt, de hogy ma kirobbantani az embereket a közönyükből, az érdektelenségből, ez a legnagyobb ellenfél nekünk. Tehát, hogy én vidéki pap vagyok, és mindenhonnan ezt hallom a néptáncsoportból, a, a énekkarokból, a, a, mit tudom én, a színjátszó körből, hogy, hogy eltűntek az emberek. És megnézzük a, a népszámlálási adatok, akár az egyházak, akár nemzetiségek, akár bármi más téren a, a sötét és szomorú számait, de azt viszont látjuk, hogy ezek az emberek léteznek és vannak. Tehát be van írva, hogy négyezer ember él Dunavecsén. De hol? Tehát hol ott van. vannak? És a négy fal között ott vannak begubózva, és onnan kirobbantani, Egyszerűen képtelenek vagyunk. És akkor nem hozzuk még azt föl, hogy egymillió alkoholista országába érünk, több százezer kábítószer használunk van, depressziósaink vannak, soha nem látott mértékű, amit tudom, hogy nálunk a cukorbetegek, a magas vérnyomás, tehát annyi betegséggel közben még önmagunknak szerzett betegségem, bocsánat, tehát hogy mondjuk egy depresszió az a 21. század. Egy civilizációs betegség. Így van. Tehát még aztán még egészségileg is gatyára vetkőztettük magunkat és nekünk egyházi embereknek vagy közösségi embereknek vagy a politikának hát ezt a közönnyös csapatot kell valahogy legalább az érdeklődését felkelteni valamire. És ugye mi ezzel a panaszkodással, ez az állandó sírhatnékkal, ezzel na, nagyon nehezen tudunk ebből a bőrbükből kibújni, de úgy megnyugodtam bizonyos tüntetéseknél, amikor ugye tulajdonképpen több milliárdot emeltek a magasba, mondjuk a több százezer forint vagy félmilliós telefonoknak a fényében, hogy milyen rossz ebben az országban, és milyen elnyomó országban élünk, és milyen szegénységben, hogy azért az ott fölemelt telefonok értékét, ha összeadjuk, akkor azt megmutatjuk, hogy itt azért nincs baj. Existenciálisan messze ne vagyunk olyan helyzetben, de Abszolút. lelkileg ezek szerint mégis. Hát a... ja, az, a, az egy jellemzője a modern kornak szerintem, és itt megadja Gábortól kölcsönözök egy gondolatot, hogy ugye az, az, volt a reménység, nem tudom, 150 évvel ezelőtt, hogyha majd megteremtődik a jólét, akkor, akkor csökkennek az igények, mert hogy ki vannak elég az igények. Mert ez nem történt meg, tekintve emelkedett a jólét, az igény ez együtt nőttek. Hát ez a kommunizmus Tehát... alapja és a szocializmus alapja is ez volt, Igen. hogy az igényeknek megfelelően jusson mindenkinek a javakból, Igen, de hát és a... akkor nem lesz baj. Igen, de hát azt veszültség. látjuk, hogy a világtörténelem leggazdagabb és legkényelmesebb társadalmaiban, mert gazdagok régen is voltak, de olyan kényelem, mint ma van a technikának megfelelően régen nem volt. Tehát a... nézzük meg a középkori urak vára, váraiban, amit már romantikusan meglátogatunk ott, milyen körülmények között éltek, nem volt fűtés, milyen volt a WC, stb. 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 Tehát a kényelem az, az, az aztán a mai korban tényleg csúcson van, és, és a nyugati emberek igényszintét nem sikerült kérdíteni, az egész baloldal arról, arról szomorkodik, hogy mekkorák a társadalmi egyenlőtlenségek, és saját társadalmi, amikor beszélnek, amikben Ilyen kis egyenlőtlenségek régen nem voltak. Jó, de új áldozati csoportok is megjelennek. Igen, megjelennek új áldozati csoportok, tehát hát, ha, nincs, ha nincs igény problémára, akkor teremtenek problémát, emellett pedig a talán még egy dologra reagálnék a, ezt, ezt a polarizációt említett meg, hogy mekkorák az ellentétek a nyugat társadalomban. Ugye 30 éve hallgatom, hogy hát ez a magyar társadalom milyen polarizált, és kicsit szkeptikus lettem ezzel kapcsolatban, mert nem a polarizáltság tényét vel be, hanem hogy az biztos ennyire rossz dolog-e. Szerintem a polizáltságot a demokrácia teremti meg. Tekintő demokráciában, meg az, hogy meg a társadalom, tehát hogy, hogy, ideológiai ellentétek vannak. Na most, ha a demokrácia van, ahol versenyeznek különféle világlátások, ideológiák, nevezzük akárhogy, hát akkor az polarizálni fog, hiszen versenyeznek. Tehát, uh -huh. hogy, hogy, ne lepődjünk már meg. Egyébként az amerikaiak is polarizáltak, a, nem tudom, a németek lehet, hogy nem, de hogy, hogy amúgy a demokratikus társadalmak mindig is polizáltak voltak egyrészt, másrészt, hogyha most polizáltabbnak érezzük, mint korábban, akkor az lehet, hogy azért van, mert uh, eddig is volt, csak nem láttuk. Én nekem is, is az a, a ezzel kapcsolatban, miközben. Médiába. Például, amikor lepatkányozzák a hír, hogy, hogy legyek egy oldalúan, egy példával éljek, lepatkányozzák a hírtői tudósítóját egy tüntetésen, az a polizáltságnak szerintem olyan szintje, amit viszont nem biztos, hogy bele kéne, hogy férjen, de akkor éljünk ezzel együtt egyelőre az Én... emberi esendőség következménye, a polizárodás is, ezt, ezt tudnám hozzátenni. még. Ugye, amikor a nyugati társadalmakat nagyító alá vesszük, és megnézzük a folyamatokat, hogy tulajdonképpen azok a rövid távon és csak rövid távú politikai haszonszerzésé dolgozó baloldali pártok, hogyan kezdték kifordítani a gyökereikből és a, a tradícióikból, az életükből a nyugati társadalmat, hagyd el az Istent, te vagy az Isten, minden materiális dolog azért kell csak küzdeni, tehát nem lélek, stb., azért, mert ez nekik hozott a konyhára. Igen ám, csak ezt azt nem vették észre, hogy ez egy lavina, ami őket is elsodorta, hiszen az ő népszerűségük a béka feneke alatt van, mert hogy megteremtették a táptalaját annak, hogy ezen a szétzilált társadalmon olyan izmusok induljanak el, mint a liberalizmus, vagy elindultak a különböző mostani őrültségek, amelyekkel már ő maguk se tudják a lépést tartani, tehát kiszabadították a szörnyet, nem a, nem a palacból, hanem az állatkertből, ami most pusztít, és ők most próbálnak visszakapaszkodni, legyenek zöldek, legyenek kicsit szociálliberálisak, és így tovább, de látszik, hogy azért, hogy ők megtartsák a hatalmukat, föláldoztak több ezer év kultúráját, társadalom kohézióját egyben tartó egyhá történelmi egyházakat, és tulajdonképpen kihúzták a fundamentumot. Ezek most szétestek, és ennek a következményeivel már nem ők szembesülnek, mert ők jó hatalmon voltak 15-20 meg 25 évig, hanem most azok, akik egyrészt ezen a táptalajon nőttek fel, másik meg azok, akik próbálnak rendet tenni. És azok, akik próbálnak rendet tenni, azoknak most nincs könnyű dolguk, mert hogy, hogy a pokol elszabadult, mert hogy egy Isten nélkül, a másik János pápa, pápa így fogalmazott, ha van egy alkotó, aki Isten nélküli társadalmat épít, az a társadalom fölfalja az alkotóját. És ez most megtörtént nyugaton megtörtént, hogy az alkotók már sehol nincsenek, viszont a szörny tombol. És nekünk itt Magyarországon az előszele, ennek a szörnek a bűze itt van. Belépni nem jöhet, lépett, hogy annyira romboljon, hogy mindent átvegyem, mert ugye nincs olyan kormányzati hatalmon. De egyéb platformokkal a pusztítását nagyon érezzük a fiatalok között, a közösségi médián keresztül, a, a különböző sorozatokon és, és tényleg olyan pusztító dolgokon keresztül, amely ennek a szörnynek a, 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 az előcsápjai, és hát ezért azt gondolom, hogy hogy nagyon ébernek és okosnak kell lennünk, hogy, hogy a jót és a, 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 az irányba állítást hogyan csepegtetjük majd vissza azoknak, akiknek vesz még füle a hallásra. Akkor ezt értem buzításként, mert a beszélgetésünk végére értünk, amit egyébként szerintem tudnánk még folytatni ezer ágon, ez szokásos szerencsére ennél a podcastnál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, természetesen áldott és békés húsvétot feltámadási ünnepet kívánunk mindenkinek innen a Skuton belvárosi kávézójából. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm a meghívást és állelujás húsvétot. Amen. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.